So, watch out there. Good morning, everybody. Jó reggelt mindenkinek. For the men, today is the deadline to sign up for the men's conference. You can do that online. Férfiaknak mondom, hogy a férfi konferenciának a határideje, a jelentkezési határidő az ma van, online lehet jelentkezni. Yeah, I think we have it on our Facebook group, so. A Facebook csoportom szerintem ott van fönt van. Now, if you turn in your Bibles to Romans chapter 1, ha Róma egyben lapozunk, and if technology will work with me, and it's not right now, és a technológia velem van, most jelenleg nem, so we'll restart the technology. Újraindítjuk a technológiát. Romans chapter 1, we are in a 5-week series right now. Most egy 5 részes sorozatban vagyunk éppen We're benne. We're looking at the believer's relationship with God. A hívő Istennel való kapcsolatát nézzük meg. In the month of October we'll be looking at the 5 solas of the Reformation. Októberben pedig a reformáció 5 szóla kijelentését fogjuk megnézni. But now we're looking at how we relate to God and how God has revealed himself. De most azt figyeljük meg, azt nézzük meg, hogy mi hogyan kapcsolódhatunk Istennel, Isten hogyan nyilatkoztatta ki magát We've nekünk. We've seen that God has revealed himself as Father. Azt már megnéztük, hogy Isten atyaként nyilatkoztatta ki magát. We looked at that a couple weeks ago. Néhány héttel ezelőtt. Last week we looked at how God revealed himself as a shepherd. Múlt héten pedig azt néztük meg, hogy Isten pásztorként mutatja meg magát. Now we're going to look at God revealing himself as, well, Lord. Most pedig úgy fogjuk megnézni Isten, hogy azt mondja magáról, hogy ő az Úr. This is one of the foundational statements of Christianity, that Jesus is Lord. És a kereszténységnek ez egy alapvető, fundamentális kijelentése, hogy Jézus az Úr. And for us, we don't, we understand, but we don't really understand what a Lord is. Tehát mi azért valamilyen szinten értjük, de nem igazán, vagy nem teljesen értjük, mit jelent az, hogy valaki Úr. We live in this world that is extremely self-centered. Egy olyan világban élünk, ami ilyen elképesztően énközpontú. In large part this has been propagated by social media. És hát igazán ennek nagy részét ugye ez a média az, ami nyomja. A közösségi, a közösségi média. You know, and I'm probably the worst of them. Szerintem én ebből a legrosszabb. Because I'm on Facebook, Twitter, Instagram, all that stuff. Én fenn vagyok én is Facebookon, Twitteren, Instagram, minden. When you think about that, what is that all about? Hogyha belegondolsz, az egész miről szól? It's about you. Te rólad. It's about your glory. A te dicsőséged. It's about the things you're eating, the places you're going, the people you're with. Hogy mit ettél, hova mész, kivel vagy együtt. It's all about you, and it's all about self-promotion and self-glorification. Igazán ez mind-mind rólad szól, és az a lényeg, hogy te rád minél nagyobb dicsőséget hozzon. Very rarely are people honest on social media. Ezeken a közösségi médiákban az ember nagyon ritkán őszinte. Very, very rarely do people say, look, my life just sucks right now. Nagyon ritkán írják fel a Facebookra, hogy hát az életem most nagyon gáz. Gosh, it was a couple months ago I wrote something on Facebook, just like, it was a hard week. I wrote, felírtam azt a Facebookra, hogy hát ez most egy nehéz hét volt. And people were like writing and calling Odie like, is everything okay? És az emberek írtak meg Odie felhívta, hogy minden rendben van. You know, I don't know, people thought I was gonna jump off a bridge or something. Nem lehet azt gondolták, hogy most leugrok egy hídról, vagy valami. But people were concerned because you don't see that. És azért foglalkoztat ennyire az embereket, mert ilyet nem lehet látni. I mean, all you see is people going around doing that. Általában csak ezt látjuk, hogy így csinálnak az emberek, és ez kerül fel. Look, I'm here. Look, I'm with this person. Hogy nézd meg, én itt vagyok, én ezzel az emberrel vagyok. Look what I'm eating. Nézd meg, mit eszek. Self-promotion, self-glorification. Ez mind-mind a saját magunknak a dicsőségére való. Today we're going to talk about this concept of Jesus being Lord, and this is not going to sit well with some of you, some of us. Úgyhogy most, hogy arról beszélünk, hogy Jézus az Úr, lehet, hogy ez nem mindenkinek lesz annyira kényelmes. Because what we're going to see is that life is not about
you. Mert azt kell, hogy meglássuk, hogy az élet nem rólunk szól. Life is not about your glory, it's not about your promotion. Ez nem a te dicsőségedről szól az élet, nem a te attól, hogy jobban nézel. It's not about your fame, your kingdom. Nem a te hírnevedről, nem a te királyságodról. It's about God's name, God's glory, God's kingdom. Isten nevéről, Isten dicsőségéről és Isten királyságáról szól. I remember when I became a Christian, and maybe you had the same experience. Somebody asked if you want to accept Jesus as your Lord and your Savior. Emlékszem, amikor én megtértem, és lehet, hogy ti is sokan így voltak vele, azt kérdezték tőlem, hogy akarod-e, hogy Jézus az Urad és megváltód legyen. You know, I had no idea what that meant. Jesus as my Lord, I'm sure, whatever. My Savior, yes, I like that. Hogy hát Jézus az Uram, hát mit tudom én végül is, oké, megváltom, jó, hogy az nagyon kell. I like the fact that there's somebody that's going to save me from hell. And that was one of my primary motivations of becoming a Christian. Az nyilvánvalóan nagyon tetszett nekem, hogy valaki megment a pokoltól. Ez volt a keresztény vallásomnak a legfontosabb motivációja. And we like Jesus being our savior. És nyilvánvalóan nagyon szeretjük azt, hogy Jézus a mi megmentőnk. We like the fact that we got a ticket to heaven. Nagyon tetszik azt, hogy kaptunk egy jegyet a mennybe. You ever get ready for a trip? Nem tudom, készülhettem már mondjuk egy utazásra. And you've got a voucher, a plane ticket. És ott volt egy ilyen voucher, vagy egy repülőjegy. And the days get closer and you get more excited. És minél közelebb került az utazás napja, annál izgatottabb. And sometimes we think of Jesus as our voucher or our ticket. És időnként így nézünk Jézusra is, mint ő az ilyen jegyünk. Yeah, I've got to go about my life and yeah, I got to suffer and yeah, it's going to be hard, but one day. One day I got a ticket out of this place. Hát igen, így végig kell küzdenem magamat ezen az életen. Igen, nehéz lesz meg minden, de egy nap majd ott leszünk a mennyben. And people are comfortable with Jesus being their savior, but not so comfortable with Jesus being their Lord. Az embereknek ez teljesen rendben van, hogy Jézus a megmentőjük, de már sokkal kevésbé tetszik az, hogy Jézus az Úr. I mean, we use the word a lot. We sing that Jesus is Lord. Sokat szoktuk ezt használni, és mondjuk, énekeljük is, hogy Jézus az Úr. We believe theologically, positionally, He is the Lord. És hisszük azt teológiailag is, meg pozíciónk szempontjából is, hogy ő az Úr. But practically, de vajon gyakorlatilag, do we actually live like it? Vajon ezt meg is éljük el? That's the hard question. If Jesus, if we say I'm a Christian, and when you say I'm a Christian, you're saying Jesus is my Lord. Mert hogy ez a kemény kérdés, hogyha azt mondom magamról, hogy én keresztény vagyok, az a kérdés merül fel, hogy akkor tényleg Jézus az Urad? What does that mean? Hogy ez mit jelent? What does that mean in my relationship to Him? How am I supposed to act? Mit jelent ez az ővele való kapcsolatommal, hogyan kell, hogy viselkedjen? And over and over again in the New Testament, Paul uses a certain phrase of himself. És Pál az Új Szövetségben újra és újra ugyanazt a kifejezést használja saját magára. In Romans chapter 1 verse 1, he says, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. És a római levélben az első fejezet első verse ez így szól, Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát. The word that Paul uses for servant is actually bond servant, and it comes from a concept back in Exodus chapter 26. És ez a szó, ez a szolga, ez a valójában azt jelenti, hogy rabszolga, és a 2 Mózes 26-ból származik ez a kifejezés az eredeten. Slavery was very common in the ancient world. Az ókori időkben a rabszolgaság az elég elterjedt. And what happened with the Jewish people, God talked about rules for owning other people. És hát ugye Isten arra is adott szabályozást, hogy hogyan kell ezt kezelni. But God said, if you have slaves, think of them basically like employees.
Tulajdonképpen azt mondja Isten, hogy ha van rabszolgád, akkor tekints úgy rájuk, mint hogy egyszerűen az alkalmazottaid lennének. You pay them a good wage. Fizes nekik rendesen. You treat them humanely. És emberiesen bánj velük. Because a lot of times slaves were not treated humanely. Nagyon sokszor ugye a rabszolgákkal nem emberként bánnak. Even slaves today, and there are plenty of slaves today, mostly in the sex industry. És ez mind a mai napig igaz, rengeteg rabszolga van még ma is, és ezeknek a legnagyobb része az a szexiparban dolgozik. They're treated as possessions. Gyakorlatilag tárgyakként kezelik őket. People. Nem emberekként. You know, that's why I'm glad we as a church we can support a foundation who helps women get out of that. Ezért nagyon örülök, hogy gyülekezetként tudunk támogatni egy olyan alapítványt, akik segítenek abban, hogy a nők ki tudjanak jönni ebben. But God says you treat your servants as basically employees. Azt mondja tehát Isten, hogy úgy bánj a rabszolgáiddal, gyakorlatilag mint hogy egyszerűen az alkalmazottaid lennének. Now if you had a Jewish slave, és hogyha zsidó rabszolgád volt, maybe you had loaned money to somebody and they couldn't pay back, they were indebted to you, they would come and work for you. Hogy valakinek kölcsön adtál pénzt, aki nem tudta visszafizetni, és ezért ő eljött hozzád dolgozni. And there was a condition in the law, and basically it said this: if your servant loved you so much and didn't want to leave. És volt egy ilyen lehetőség, azt mondta Isten, hogy ha a rabszolgád annyira megszeretett téged, hogy nem akar elvenni tőled. Your servant declared that, look, you are a great master, you have been very good to me, I want to stay and faithfully serve you the rest of my life. Azt mondta a rabszolga, hogy te nagyon jó uram voltál és nagyon jól bántál velem, úgyhogy életem hátralévő részében végig téged akarlak szolgálni. Because after their debt was paid, or after 7 years, they were set free in the Sabbath year. Mert ugye miután kifizették az adósságukat, vagy letelt a 7 év, ugye ez a szombat év, akkor így is úgy is el kellett engedni őket. And they could have been like, thanks for the job, see you later. És lehetett úgy is csinálni, hogy hát köszönöm a munkát, viszlát. But there were cases where somebody said, you've been so good to me, I want to stay with you. De tehát lehetett olyan, és volt is olyan eset, amikor azt mondta a szolga, hogy annyira jó voltál velem, hogy én maradni akarok. So the master would take the servant to the front door. Úgyhogy az ura odavitte a szolgát a bejárati ajtóhoz. Give them like an earring type thing. És egy ilyen fülbevaló szerűséget. They would take this owl and, you know, nail it through their ear. Yeah, fogtak egy ilyen árszerűséget, és így átszúrták a fülcimpáján. And you, it would be a symbol that I have of my free will chosen to stay in this position as a servant for the rest of my life. És ez annak volt a jele, hogy én a saját szabad akaratomból úgy döntöttem, hogy életem végéig ezt az embert akarom szolgálni. You know, and when Paul says this of himself, it's really a fascinating statement. És amikor Pál tulajdonképpen ezt mondja saját magáról, az egy ilyen döbbenetes állítás. He understands his identity as a Christian. Fölismeri, hogy ő kicsoda keresztény. See, he doesn't say Paul, an apostle first and foremost. Nem azt mondja, hogy én vagyok Pál, az apostol. He says Paul, a bond servant. Hanem azt mondja, hogy Pál egy rabszolga. He understands his identity. He understands where he is on the food chain, you can say. Ugye fölismeri, hogy ő kicsoda, milyen szerepet tölt be ugye az élelem láncban. And he says that I have made the choice. I am a servant of Christ. De azt is elmondja ezzel együtt, hogy én magam döntöttem így, hogy Krisztus szolgája akarok lenni. And it's a conscious decision that every single person has to make. És ez egy tudatos döntés, amit minden egyes embernek meg kell, hogy hozzon. The reason is, because everybody serves someone. És ennek az az oka, hogy mindenki szolgál valakit. It's not just Christians who are servants to the Lord. Every single person serves something. Mert hogy nem csak a keresztények azok, akik szolgálják az Urat, hanem minden egyes ember szolgál valamit. Every single person has a master, someone that dominates, someone that controls their life. Minden embernek megvan az ura, olyan értelemben, hogy megvan, ami uralja az életét, ami dominálja az életét. It could be career, it could be family. Ez lehet a karrier, lehet a család. It could be prestige. Lehet a prestige. It could be what other people think about you. Lehet az is, hogy mások mit gondolnak rólad. That every decision that you make is based upon what is
that person gonna think about me? Minden egyes döntésedet az befolyásolja, hogy vajon az az ember mit gondol rólam? People serve their own glory. Az emberek tudják szolgálni a saját dicsőségüket. Everybody serves something. Mindenki szolgál valamit. It's not do you serve or don't you serve? It's who do you serve? Nem az a kérdés tehát, hogy most szolgálsz vagy nem szolgálsz, hanem hogy kit szolgálsz. That's the question. Who do you serve? Ez a kérdés, kit szolgálsz. And you find out very quickly who a person serves if you just look at where they spend their time, their energy, and their money. És nagyon gyorsan kiderül, hogy egy adott ember kit vagy mit szolgál, azt kell megnézni, hogy hogyan tölti el az idejét, a pénzét és az energiáját. You know, they say if you want to find the truth, always follow the money. De azt szokták mondani, hogy ha az igazságot keresed, mindig keresd a pénz útját. It's true in politics and the business and everything. It might be true for the Christian. Ugye ez a politikában, üzletében nyilvánvalóan igaz, de lehet, hogy még a kereszténységben. But wherever a person puts their effort and their energy and their money, that is what controls them. De ugye az ember, amire így az energiáját, erőfeszítését így beleteszi, meg persze a pénzét, az motiválja őt. But when you become a Christian, you are, in fact, saying, Jesus, you are now my Lord. És amikor az ember keresztény lesz, akkor azt kijelenti, hogy Jézus, te vagy az Uram. I hope you know the story of when Paul became a Christian. It's in the book of Acts. Biztos mindenki ismeri azt a történetet, amikor Pál keresztény lett, ugye ott van az Apcselben. He is on the way to Damascus. He's got letters to assassinate and kill people. Ugye éppen Damaszkusz felé tart, és van egy engedélye arra, hogy embereket ölhessen ott meg. It wasn't just like he was James Bond with a license to kill, he had a license to kill Christians. És nem csak úgy általában kapott, mint James Bond egy ilyen lehetőséget, hogy bárkit megölhet, hanem kifejezetten keresztényeket kellett ölnie. So he's on the way to Damascus. Megy Damaszkusz felé tehát. And God literally knocks him on the ground. És Isten szó szerint kiüti a földre. And Saul, at the time, he was known as Saul. He didn't know what was going on. He just said, "Lord, Lord, who are you?" És hát Saul, ugye Pál, akkor még Saulnak hívták, nem is tudja, mit történik, földre esik, és csak azt mondja, hogy Uram, ki vagy te? The only thing that he knew was happening was that there's someone above him. He didn't know who it was, but whoever it was now going to become the ruler of his life. Tehát nem tudta, hogy ki az, aki így lelökte a lováról, de azt tudta, hogy fölötte áll, és bárki is az, ő lesz az uram. Up until this time, Paul had been a servant to the law. He had been a servant to the zeal to kill Christians. Hát mindez idáig Pálnak az ura a törvény volt, és arra törekedett, hogy minél több keresztényt megöljön. But at this point, he knew whoever was doing this was above everybody and everything. De most itt megértette azt, hogy bárki is tette ezt vele, az biztos, hogy mindenki fölött áll. And from that point on, Paul served Jesus. És ettől a pillanattól kezdve Pál Jézus szolgálta. He said, "Lord, Lord, who are you?" And Jesus responded, "I am Jesus, who you're persecuting." És ugye megkérdezi Pál, hogy Uram, Uram, ki vagy te? És erre azt mondja Jézus, hogy én Jézus vagyok, akit te üldözöl. And from that day, Paul had given his life to now serving Christ in whatever capacity Christ would lead him. És onnantól kezdve, a pillanattól kezdve, ő Pál mindenét arra tette fel, hogy Jézus szolgálja minden erejével, amilyen csak volt. Now, Paul, over and over again in the New Testament, refers to himself as a servant. Pál újra és újra az Új Szövetségben úgy utal magára, mint szolga. And as I said, he understands his identity. Tehát, hogy mondtam is, tehát fölismeri, hogy ő kicsoda. But he also recognizes Jesus's authority in his life. És természetesen ezzel együtt Jézusnak a hatalmát, uralmát is elismeri. He understands when it comes down to it, Jesus has the final authority to call the shots in his life. Felismeri azt, hogy végső soron Jézusnak van minden joga arra, hogy ő döntse el, mi történik az ő életében. And when you say Jesus is Lord, you need to understand what you're saying. Ha az ember azt mondja, hogy Jézus az Úr, a Jézus az Uram, akkor azt tudnod kell, hogy mit mondasz. You are saying, Jesus, you now have control. Azt mondod ezzel, hogy Jézus mostantól kezdve uralmad van.
See, most people like to control their own lives. A legtöbb ember szívesen uralkodik a saját életén. Most people, when it comes to their lives, are control freaks. Általában az ember a saját életével kapcsolatban meg van őrülve, hogy ő uralhassa. My mom is a control freak. Anyukám pont ilyen. Okay. I was in Alaska in April visiting my mom. Áprilisban Alaszkában voltam, anyukámat látogattam. Now you need to understand, my mom at the time had a broken wrist. És azt ne felejtsük el, hogy akkor anyukámnak éppen törött volt a csuklója. And there's me, her 41-year-old son, who's been driving cars for 25 years. És ott voltam én, ugye 41 éves fia, aki már 25 éve vezetek autót. There's my stepdad, who's been driving longer than I have. És aztán ott volt a nevelőapukám, aki meg már még régebb óta vezet, mint én. And then my buddy, who was with me, who's been driving a lot. És ott volt még egy barátom is, aki szintén rengeteget vezetett. And my mom would not surrender control of her car. És az anyukám nem adta át az irányítás jogát az autóban. Mom, let me drive. Mondom anyukának, anyu, hagyj vezessek. And my mom freaks out when I drive, because I'm, well, I've got a little bit of lead in my foot. És az anyukám az eléggé szokott félni, hogyha én vezetek, mert valahogy ilyen ólomlábúnak gondol engem valami miatt. You know, and anyways. No, but I'm like, mom, let me drive, or let Ted drive, let somebody drive. You've got a broken wrist. She had pins sticking out of her wrist. És mondtam neki, hogy hát hagyd vezessek én, anyu, vagy itt van Ted, hagyd vezessen, vagy bárki más, hát éppen ilyen kapcsok állnak ki a csuklódból, szét van törve a csukló. And she's like, no. She was like, so shall I. She's like, I'm a control freak, you know that. Tudod, hogy én így meg vagyok őrülve a kontrollálásért. Some of us are like that with God. Vagyunk néhányan, akik ilyenek vagyunk Istennel is. We've got control. And our lives are screwed up. Our lives are broken. És hát ugye igyekszünk kontrollálni az életünket, de tönkre megy, összetörik. You know, and nobody has a perfect life. Everyone's got their issues. Nyilván senkinek nincs tökéletes élete, mindenkinek megvan a maga kis problémái. But sometimes we're like, God, I got this. God, just sit down. God, I can do it. De van, hogyha az ember azt mondja, Isten, innen már én megoldom, ez most már menni fog, nyugodtan üljél le, megcsinálom én. And you know why we don't like to surrender control? És tudjátok, miért nem szeretjük így az uralmat átadni? It's simple, because we're no longer in control. Nagyon egyszerűen, akkor már nem mi uralkodunk. We are not controlling the driving wheel. Nem tudjuk kontrollálni a kormánykereket. We've given it to somebody else. And sometimes it's scary. És át kell adnunk mondjuk más valakinek, és időnként ez félelmetes. And we've got this plan and this purpose for our life. És megvan a saját életünkre a tervünk, a célunk. And God is saying, give me the wheel. Let me take control. Isten azt mondja, hogy add ide a kormánykereket, hagyj én uralkodjam az életedben. And we say, no. És mi azt mondjuk, hogy nem. I got it, God. Én ezt megcsinálom. And I think this is why so many Christians are having such a hard time in life, because they're trying to control everything. És úgy gondolom, hogy nagyon sok kereszténynek azért van annyira nehéz élete, mert igyekeznek mindent a kezükben tartani. God is saying, give me control, sit back and enjoy the ride. Isten azt mondja, hogy add át nekem a vezetést, dőlj hátra és élvezd az utat. God is not a bad driver. Isten az nem rosszul, nem vezet rosszul. Remember last week we looked at how David said, even though I walk through the valley of the shadow of death. Ugye múlt héten azt néztük meg, azt mondta Dávid, hogy még ha halál árnyékának a völgyén megyek is keresztül. I'm not gonna fear, because you're with me. Nem félek, mert te velem vagy. See, when we give over control, when we truly say, Jesus, you're Lord, you control the shots now. Amikor azt mondjuk, hogy Jézus, te vagy az Urunk, és tényleg te uralkodsz. He might lead you through the valley of the shadow of death. Akkor lehet, hogy Jézus a halál árnyékának a völgyébe vezet. I'm not gonna lie to you and say that he's not. És nem fogok hazudni, hogy ilyen sose lesz. He might. Lehet. But when you go through it, you know that he's with you. De hogyha ezen mész keresztül, akkor is tud, hogy ő veled van. And so Paul here declares himself to be a servant. Pál tehát itt azt mondja magáról, hogy ő szolga. Now, something about servants. Valami a szolgákkal kapcsolatban. 1 Peter chapter 1, and we've, you know, there's a theme that's kind of been weaved through these first three messages.
Az 1 Péterben olvasjuk, és egyébként van egy ilyen üzenet, ami így az első három üzenetben így átszivárgott. And you'll see it, and we'll talk about it in a second. És majd meglátjátok, mindjárt beszélek erről. Peter says in chapter 1 of 1 Peter, verse 18, he says, knowing that you were purchased or ransomed from your futile ways, inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver and gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without spot or blemish. Az 1 Péter 1:18-ban a következőt mondja, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáiktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. We've talked about what the big idea that so far we've seen in all 3 weeks is that you are loved and you are valued. Azt nézhettük meg tulajdonképpen az elmúlt 3 hétben, hogy Isten téged mennyire szeret és mennyire nagyra értékel. And God values you because he sent his son to die for you. És azért értékel annyira, vagy mivel értékel annyira, elküldte az ő fiát, hogy meghalljon érte. And he's bought you. You are now his. És megvásárolt téged, most már te az övé vagy. Now, that might not sit well, because you don't want to be thought of as a possession. Lehet, hogy ez annyira nem tetszik neked, mert nem szeretsz úgy gondolni magadra, mint valami tulajdonra. You're not a possession. Remember, you're adopted into the family. De nem ilyen tárgy vagy, hanem a örökbe fogadott Isten a családjába. You're a child of God now, but for that to have happened, Jesus needed to die to pay for your sins. Tehát te már Isten gyermeke vagy, az ő családjába tartozol, de ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz Jézusnak meg kellett halnia. You know, and now God lays claim and says, "You are mine." És mostantól kezdve Isten azt mondja, hogy te az enyém vagy. That's not a bad thing. Azért ez nem rossz dolog. That is not a bad thing that we belong to the Lord, that he's the one who cares for us, he's the one who loves us, he's the one who protects us. Ez nagyon jó dolog, hogyha az Úrhoz tartozunk, aki szeret bennünket, gondoskodik rólunk és megvéd bennünket. And if we belong to God, nothing can take us away. És hogyha mi Istenhez tartozunk, akkor senki sem ragadhat ki a kezéből. Think about your stuff. Gondolj mondjuk valamilyen cuccodra. Your stuff. Maybe your phone, your bed, your shoes. Akár mondjuk a telefonodra, az ágyadra, a cipődre. Something that you bought with your money. Valami, amit te vettél a saját pénzedön. It's yours, right? Az a tiéd, nem? Do I have any right to it? Van hozzá nekem jogom. Can I walk up to you and say, "Hey, nice watch. Give it to me." Oda mehetek hozzá, azt mondani, de jó órád van, add ide. Oh, it's an Apple Watch? Yeah, I really want it now. Ó, hogy Apple óra, még inkább szeretném. No, that's yours. Nem, hát ez a tiéd. I have no right to go into your house, to go into your life, and take what you worked for and bought. Semmi jogom nincs ahhoz, hogy én belépjek a házba, vagy belépjek az életedbe, és elvegyem, amit te vettél magadnak. And you don't have that right with me either. És persze neked sincs hozzá jogod, hogy én hozzá. And if God has bought you with the precious blood of Christ, és hogyha Isten megvásárolt téged Krisztus drága vérén, so that we could be with him, nothing can take you from him. Hogy vele lehessünk, akkor senki sem vehet el téged tőle. You know, we are a very interesting church in the sense that when you look around, there's people from all over the world at our church. Mi nagyon érdekes gyülekezet vagyunk olyan szemben, hogy ha körülnézel, a világ minden tájáról jöttek emberek. You know, we see that God is working among different tribes, tongues and nations. Jól látható az, hogy Isten minden nemzet, nyelv és nép között munkálkodik. And I'm so glad that we as a church are a little lighthouse here in Szeged to help not just Hungarians but internationals during their time here in Szeged. És nagyon örülök annak, hogy ilyen kis világító toronyként segíthetünk itt Szegeden, nem csak a magyaroknak, hanem a külföldieknek is, akik itt töltik bizonyos idejüket. But because you come from a plethora of church backgrounds, you might have heard some interesting stuff in your life. És lehet, hogy mondjuk nagyon sokféle gyülekezeti háttérrel rendelkezők jöttetek ide, lehet, hogy hallottatok már egy érdekes dolgot. And I want to set the record straight when it comes to
Christians and demon possession. És én nagyon egyértelműen szeretném azt elmondani, hogy ha mondjuk arról van szó, hogy keresztények és hogy a démoni által megszállás. Because there are some Christians who believe and who teach that you as a Christian can be possessed by a demon. Mert vannak olyan keresztények, akik azt gondolják, azt tanítják, hogy keresztényeket is megszállhat démon. That is an absolute lie. Ez teljes mértékben hazugság. Christians, we can be influenced by demons. A keresztényeket befolyásolhatja démon. They can speak into our minds, friends. Ugye a gondolatainkba beleszólhatnak. And they do. Bele is szoktak. They whisper in our ears. De suttognak a fülünkbe. But they can't possess us. De nem szállhatnak meg. They can oppress us. They can put pressure on us, but they can't take control of us. Így le is nyomhatnak, meg ilyesmi, de nem vehetnek rajtunk uralmat. In 2 Corinthians chapter 6, Paul says, "What fellowship can light have with darkness?" A 2 Korintus 6-ban azt mondja Pál, hogy mi közössége lehet a világosságnak a sötétséggel? If and it's a rhetorical question, the answer is none. Nyilván ez egy költői kérdés, a válasz az, hogy semmi. And so if Jesus bought you and you belong to him and he dwells in you. Hogyha Jézus megvásárolt téged és te az övé vagy, ő hozzá tartozol. It is impossible. Impossible for you to be stolen away or possessed by a demon. Akkor teljességgel lehetetlen az, hogy téged valaki ellopjon és egy démon vegyen rajtad uralmat. That does not mean that there is not a spiritual battle going on. Ez persze nem azt jelenti, hogy nincsen szellemi háború. All I'm saying this morning is that if Jesus is your Lord, you are his, you are safe. Egyszerűen csak azt mondom, hogy ha Jézus az urad, akkor az övé vagy és biztonságban vagy. You don't need to worry about am I possessed by a demon? You don't need to worry about am I gonna go to heaven? Nem kell azon aggodalmaskodnod, hogy vajon megszállhat-e egy démon, vagy hogy a mennybe jutok el. Now I'm not gonna ask you to raise your hand. Nem kérem, hogy emeld fel a kezed. But how many of you have ever questioned whether you're actually gonna go to heaven or not? De vajon hányan kérdőjeleztétek azt már meg, hogy vajon a mennybe jutok-e vagy sem? You've been going to church maybe your whole life. Lehet, hogy egész életedben gyülekezetben jártál. But you've questioned, am I gonna go? De mégis így felmerülhet a kérdés, hogy most tényleg a mennybe jutok? Am I gonna make it? Vajon végig tudom-e csinálni? I know I have. Tudom, nekem is. I know I'll probably have that thought again because as long as I'm alive, I'll probably have doubts. És lehet, hogy azért, mert amíg élünk, ugye kérdéseink vannak, vagy kételkedhetünk. You know, we'll do stupid things and we'll be like, oh man, am I really gonna get to heaven? És hát egy nagy hülyeséget csinál az ember, akkor még mindig bejuthatok a mennybe. But I can tell you, if God has purchased you. De hadd mondjam el, hogy ha Isten megvásárolt téged. You are secure. Akkor biztonságban vagy. Nobody and nothing can touch you unless it goes through him first. Senki és semmi nem érhet hozzád addig, amíg ő ezt nem engedélyezi. Read the book of Job. Olvasd el Jób könyvét. You know, we have the advantage of Job chapters 1 and 2. Nekünk megvan az előnyünk, hogy olvashatjuk a Jób 1-2-t. Job didn't. Jób viszont nem olvasta. You know, Job, all he saw was his life changing in an instant. Jobb csak azt tapasztal, hogy egy pillanat alatt teljesen megváltozott az életem. His wealth is gone, his family is dead. A gazdagsága oda lett, a családja meghalt. All he's got is his wife left, and she's saying, just curse God and die. Csak a felesége maradt meg, ő meg azzal bátorította, hogy átkozz meg Istent és hallj meg. Not the most encouraging wife in the Bible. Bibliának nem a legbátorítóbb asszonya ő. But if you were Job, and Job did, like, he's like, what's going on? You know, I'm righteous. Hát igaz vagyok. All his friends were trying to convince him that he was a sinner. Az összes barátja arról próbálta meggyőzni, hogy ő bűnös. They were trying to convince him that Job, you're just getting what you deserve. Arról próbálták meggyőzni, hogy fia, Jobb, csak azt kapod, amit érdemelsz. Buddy, this is karma. Hát fie, haver, ez a karma. That's what they were trying to convince him. What goes around comes around. You were a jerk, now you're getting it back.
Ugye ezzel erőpróbálták tudok meggyőzni, hogy amit adsz, azt fogod visszakapni, és hát bunkó voltál, most így jártam. And Job is wondering what's going on. És Job meg ott görcsöl, hogy most akkor mi van. Finally at the end of the book of Job it's revealed to him what's going on. Tehát a Job könyvének a végén végül ugye Isten megmondja, hogy mi van. God meets him and God comforts him and God blesses him. Isten találkozik vele, megvigasztalja és megáldja. But Job never ever knows what happened in the heavenlies in chapters 1 and 2. De Job az soha nem tudhatta meg, vagy nem tudta életében, hogy mi történt a Job könyv első két fejezetében a mennyben. God had to give Satan permission to touch him. Hogy Isten adott jogot arra a sátánnak, hogy hozzáérjen. If you are a Christian, hogyha keresztény vagy, if you say Jesus is my Lord, ha azt mondod, hogy Jézus az Uram, I can guarantee you, because it's biblical, that nothing touches your life without God first giving permission. Garantálom azt neked, mert nagyon biblikus, hogy semmi sem érhet hozzá az életedre, amire Isten először ne adná engedélyt. Now let's think for a second. Gondoljuk ezt végig. About a servant. A szolga kapcsán. I've never had servants. Nekem soha nem voltak még szolgáim. Probably never will. Valószínűleg nem is lesz sose. The closest thing you or I have ever gotten to a servant was, you know, maybe a waiter at a restaurant or a barista in a coffee shop. A legközelebbi ilyen koncepció, amit mi felfoghatunk a szolga kapcsán, esetleg mondjuk egy pincér egy étterembe, vagy egy bárpult, you know, barista. And I encourage you, when you go to a coffee shop or restaurant somewhere, treat people nicely. És arra bátorítanak, hogy ha egy étterembe vagy egy bárba mentek, akkor legyetek kedvesek az ott dolgozókhoz. Because people are weird. They get to a restaurant or a coffee shop. Az emberek nagyon furák, bemennek egy kávézóba vagy egy étterembe. And they turn into absolute jerks. És teljesen egy gyökerek lesznek. They treat the staff like they're dirt. Ilyen semmiben nézik az ott dolgozókat. Hozzá már nekem! You know. Give me. Hey, bring me that. Bring me this. Do this. Nagyon gyorsan hozzá, csak légy szíves. Hey, I want my coffee with this much milk in it and 3 sugars. Not 2, 3. Nagyon gyorsan hozzá nekem egy kávét, kicsit elje 3 cukorra, nem 2-vel 3-mal. You know, they treat people like they're trash. Tehát ilyen szemétként bánnak az dolgozókkal. Treat people nicely, be respectful, leave a nice tip. Legyél kedves az ott dolgozókkal, hagyjál jó borravalót például. But what is the job of a servant? Mi a szolgának a munkája? To serve. Hogy szolgáljon. It doesn't take a brain surgeon to figure this one out. That's why I can. Ezért nem kell nagyon sok ész, hogy rájön az ember. Én is rájöttem. If you are a Christian, you're somebody who says Jesus is Lord. Ergo, you are a servant. Hogyha keresztény vagy, és azt mondtad, hogy Jézus az Uram, ebből az következik, hogy te szolga vagy. Now Jesus doesn't say, do this, go do that, go. És hát nyilván Jézus nem azt fogja mondani, hozzad, de nagyon gyorsan, ide menj, oda menj. But the point is, you and I are called to be servants. De akárhogy is, mi arra vagyunk elhívva, hogy szolgák legyünk. In John 13, János 13-ban, Jesus himself gives us an example. Erre maga Jézus ad egy példát. John 13 says, when he had washed their feet in verse 12 and put on his outer garments and resumed his place, he said to them, do you understand what I've done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. And so Jesus makes this declaration that he's the teacher and he's the Lord. A János 13-ban a 12-es verstől azt olvassuk, miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta neki. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Tehát egyetem elmondja, hogy tényleg ő az Úr. He says in verse 14, if I then, your Lord and your teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you also should do just as I've done to you. Truly, I say to you, a servant, so he's talking about us,
It's not greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them. I am not speaking of all of you. I know whom I have chosen, but the scripture will be fulfilled. He who ate bread has lifted his heel against me. I'm telling you, I know this before this takes place. You don't need to read that. Just finish in 17. Okay. Tehát úgy fejlődött abban 14-ben. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mostatok egymás lábán. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, itt szolgaként rólunk beszél már, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekszetek. A servant is not greater than his master. A szolga nem nagyobb az uránál. But sometimes we want to be. Pedig mi időnként ezt szeretnénk. We want people to know us. We want people to praise us, to glorify us, don't we? Azt szeretnénk, hogy az emberek minket ismerjenek meg, minket dicsőítsenek. We want adoration and we want people to just yeah, good job. Igen, nagyra becsülést akarunk, hogy az emberek elmondják, hogy fú, de jót csináltad. But Jesus says that he is Lord, we are servants, and we're to follow his example. És azt mondja Jézus viszont, hogy ő az Úr, mi vagyunk a szolgák, nekünk az ő példáját kell követnünk. That means wherever we go, we're to serve. És ez azt jelenti, hogy akárhová is menjünk, ott szolgálnunk kell. That means we're to be servants in the home. Szolgálnunk kell otthon. There's nothing more hypocritical than a Christian man who doesn't lift a finger to help his Christian wife. Nincs annál képmutatóbb dolog, mint egy keresztény férj, aki az ujját sem mozdítja, hogy segítsen a feleségének. Who comes home from work and just says, I just want to sit down and relax, watch TV. Aki hazaesik a munkából, bedül a fotelbe, csak nézi a tévén. Woman, get me a beer. Woman, make my dinner. Hunasöröm. Hol az étel? Meg az étel. Norby just stopped at the beer, that's all he cares about. Norby csak a sörig jutott el. I hope for she's listening to this somewhere. Valószínűleg nem hallgatja. Reméljük. But you know, Christian men are called to be servants. A keresztény férfiak arra vannak elhívva, hogy szolgálók legyenek. Christian women are called to be servants. Csak keresztény nők is arra elhívva, hogy szolgák legyenek. At home, at the workplace. Otthon, a munkahelyen. And that's hard. És azért ez kemény. No one wants to be the servant. Everyone wants the exalted position. Everyone wants the promotion because it means more money. Senki nem akar szolga lenni, mindenki az előléptetést akarja, meg ilyesmi, mert hát az eleve több pénzzel is jár. Because the way it works is the closer you are to the boss, the more influence you have, and hopefully the more money you get. Mert hát az a helyzet, hogy az ember minél közelebb van a főnökhöz, annál nagyobb befolyása van, meg remélhetőleg annál több pénze is. We're called to be servants. Mi viszont arra vagyunk elhívva, hogy szolgák legyünk. At your job. You're to do what maybe nobody else wants to do. A munkahelyen például, hogy lehet, hogy azt a munkát kell elvégezni, amit senki más nem akar. You're to take the low position. You're to help other people. Neked kell ezt a kicsi pozíciót elfoglalnod, neked kell segíteni másoknak. You're not to look at how people can serve you. You have to look at how to serve them. That's what it means to be a Christian and to be like Jesus. Ne azt nézd, hogy mások hogyan szolgálnak téged, hanem hogy tudsz másokat szolgálni. Ez jelenti azt, hogy olyan lenni, mint Jézus. How can you serve your friends? How can you serve your family? How can you serve your colleagues, your boss? Hogyan tudod szolgálni a családodat, a barátaidat, a kollégáidat, a főnöködet? But I don't like my boss. Na jó, de én nem szeretem a főnökömet. Who does? Mert ki szereti? You know, very few people do. Nagyon kevés ember szereti a főnökét. But you're not called to like your colleagues, you're not called to like your boss, you're called to serve. De nem arra, hogy elhívva, hogy most kedveld a főnöködet, vagy a munkatársaidat, hanem arra, hogy szolgálj. Now you should like your family and friends, I'll say that. De azért a családodat, meg a barátaidat azért kedveld legalább. But still, you should serve them. De őket is szolgálnod kell. What does that mean? Ez mit jelent? It means looking at their needs. Az, hogy megnézed, hogy mire van szükségük. It means maybe doing something before they even say it. Lehet, hogy olyan dolgot csinálni, amit még ki sem mondtak. America's a weird place. Amerika az egy nagyon fura hely. In the sense that when you go to a restaurant. Olyan értelemben, hogyha elmész egy étterembe. Like if you compare restaurant eating in Hungary to restaurant eating in America, it's like night and day.
Hogyha össze akarod hasonlítani a mondjuk egy magyarországi étteremben evés, meg egy amerikai étteremben, az ilyen égés fő. Here in Hungary it's like, what do you want? Kb. Magyarországon azt mondja a pénz, hogy mi van? All right. Jó van, hozom. Brings it back. Ögyé. And you have, like, if you want a refill on your drink, or you have to like flag down the waiter. It's like, excuse me. És hogyha mondjuk próbálsz szerezni még a poharadba még innivalót, akkor úgy kell hadonászod a pincem, hogy végre észre, és hogy elnézést. In America, you sit down, and it's like you're drinking your drink, and before it's gone, they're bringing you the next one. Amerikában meg éppen iszod az italodat, de még le se tetted, már ott a következő. You know, it's like they're always paying attention. They walk up to you like three times during your meal. Everything good? You need anything else? Nagyon odafigyelnek, legalább háromszor oda mennek egy kajálás közben hozzá, hogy minden rendben van, minden oké. You know, and if you complain about the food, they're like, I'm so sorry, let me get you another one. És hogyha valami panaszkodsz az étel kapcsolatban, akkor nagyon sajnálom, hozok egy másikat. Or you know, I'm so sorry, you don't got to pay for that. Vagy nagyon sajnálom, természetesen nem kell kifizetni. But they're always looking at how they can serve. És folyamatosan azt figyelik, hogy tudnának neked szolgálni. Now they do it to get a good tip. Nyilván azért csinálják, hogy jó borravalót kapjanak. But the point is, they're always focused on their tables. A lényeg az, hogy mindig odafigyelnek az asztalokra. Who needs what? What can I bring? Do they need extra napkins for the kids or more French fries? Kinek mire van szüksége, kell esetleg plusz szalvéta a gyereknek, vagy kell még sült krumpli? Oh, I saw a fork drop on the floor. I'll grab another one and take it. Pont leesett egy villa, hozok gyorsan másikat. Really, they have an attitude of service. Tényleg nagyon ilyen szolgálói hozzáállásuk van. But so often we're just like, as Christians, mi keresztények meg nagyon sok tudjunk, hogy inkább nem. We don't look at our homes. We don't look among our friends. We don't look at our jobs as places of service. Nem úgy tekintünk az otthonunkra, a baráti kapcsolatainkra, meg a munkájunkra, hogy ott van lehetőség a szolgálatra. But when's the last time you thought, how can I serve my husband? How can I serve my wife? How can I serve my friends? How can I serve my colleagues? Mikor gondolkoztál utoljára azon, hogy hogyan szolgálhatnám a férjemet, a feleségemet, a főnökeimet, a barátaimat? That's the attitude we're to have. Pedig ilyen hozzáállásnak kell, hogy legyen. Because that's the attitude of Christ, Paul talks about in Philippians chapter 2. Mert hogy a Filippi 2-ben Pál mondja, ez Krisztusnak a lelkülete. His mindset was that of always being a servant, putting other people's needs ahead of his own. Az volt a fejében mindig, hogy hogyan lehet másokat szolgálni, hogyan lehet előtérbe helyezni másokat, and saját igényei helyett. That's the attitude that you and I are to have as Christians. És nekünk keresztényeknek ilyen hozzáállásunk kell. If Jesus is our Lord, we are his servants, and we do his work. Hogyha mi keresztények vagyunk, Krisztus az Úrunk, akkor mi nekünk az a dolgunk, hogy szolgáljunk. We do his work. Hogy elvégezzük az ő munkáját. And his work is serving other people. Az a dolgunk, hogy más embereket szolgáljunk. Now let me bring this in here a little bit and talk about the church. És akkor hagyd hozzam egy picit közelebb magunkhoz, gyülekezeti szempontból. I believe part of your calling as a Christian is to serve in a local body of believers. Úgy gondolom, hogy a keresztény elhívásodnak része az, hogy Krisztus helyi testében szolgálj. This is one of the reasons I'm a big believer in what I will call pick and stick. Ezért nagyon szeretem ezt a gondolatot, mert nagyon nagy hívő vagy annak, hogy választ egyet és ragadj. Így van. Válasz meg és ragadj meg. Válasz ki és ragadj meg. When it comes to picking a church. Például akkor, amikor egy gyülekezetről van szó. I understand when people are new in a town, they visit a few churches to figure out, you know, what works best for them. És hát nyilván azt értem, hogyha valaki új egy városban, akkor körülnéz néhány gyülekezetben, hogy melyik a legjobb számára. I don't think it's healthy, and I've never thought it's healthy for people to be a church hopper or a church shopper. De azt tudom, hogy az soha nem egészséges, hogyha valaki ilyen gyülekezeti szöcske, vagy gyülekezeti ilyen vásár. I remember a long time ago there was a woman who was coming to our church. Emlékszem, nagyon-nagyon régen volt egy hölgy, aki jött a gyülekezetünkbe. This was, you know, 15-16 years ago. Ez ilyen 15-16 évvel ezelőtt lehetett. She was actually attending three church services a week. Ő három istentiszteletre járt a héten. She went to one church for the worship.
Az egyik gyülekezetben a dicsőítésért járt. One church for fellowship. A másik gyülekezetben a közösség. And she came to Golgotha for the teaching. És a Golgotában meg a tanításért járt. And I was like, lady, you got to pick a church. És megmondtam neki, igazán választani kéne egy gyülit. Because a person, my father-in-law said this once. Az apósom mondta egyébként ezt. He said, you can only with one butt you can't ride two horses. Hogy ugye egy fenékkel nem lehet megülni két lovat. It is true. Ez ilyen egyszerű. And this woman, she was trying to ride three horses with her butt. Ez a hölgy meg három lovat próbált megülni egy fenékkel. You know, and I told her, you got to pick a church. És hát mondtam neki, hogy hát választanod kell egy gyülekezetet. And she picked a church, and it was another church, and it was like cool. És hát választott egy gyülekezetet, nem a miénket, én mondom, jó van, mindegy végül. And the reason why I'm a big believer in picking and sticking. És azért hiszem ezt a választ ki és ragad meg dolgot. Is because if I'm always at a different place, I can never be at a place. Mert ha állandóan cirkulálok különböző helyeken, akkor soha nem vagyok egy helyen. You know, I'm going to give you some Zen wisdom. Be where you are. És akkor van egy ilyen kis zen bölcsességem számotokra, hogy légy ott, ahol vagy. You know? I just made that up, but I'm sure somebody famous said it. De biztos valaki okos elmondta már ezt. But it's true. You need to be where you are. De tényleg igaz, hogy tényleg jelen kell lenned ott, ahol vagy. And if you're always at a different church, you can't serve at any church. És hogyha több gyülekezetben is mindig felbukkansz, akkor nem tudsz igazán sehol se szolgálni. I remember there was a really sweet Baptist family, and they would come to our church every now and then. És emlékszem, volt egy nagyon aranyos baptista család, és időnként jöttek hozzánk is. And I think you know, they still come on Christmas Eve and stuff. They're great people. És lett talán karácsony este még most is szoktak, tényleg nagyon jó fejemre. But a couple years ago they came to me after church one day and said, look, the church has asked us to be involved in this ministry, so we're going to be there. I'm like, great. És egyik alkalom ide jöttek hozzánk, hogy a gyülekezet, a baptista gyülekezet megkért arra, hogy legyünk benne ebben a szolgálatban, és akkor mi abban az irányba indulunk, és mondták, hogy jaj, de jó, tök jó. You know, and they are there and they're serving. És ott vannak és szolgálnak. And I want to talk about service in our church. És szeretnék a mi gyülekezetünkben lévő szolgálatról beszélni. Because there's always a need for service. Szóval mindig van szükség a szolgálatra. We always need people to help. Ugye mindig szükség van emberekre, akik segítenek. You know, we're pretty good when it comes to, you know, the teaching ministry and the worship ministry. We got that covered. Tehát akár a tanítói szolgálat, akár a dicsőítés, azt szerintem elég jól levetve. But there's other little things where you can serve and help. De van sok más apró dolog, amiben lehet szolgálni. And here's what people think, especially maybe some of you foreigners. You think, well, I'm only going to be in Szeged for this amount of time. Aztán lehet, hogy van, aki úgy gondolkozik, különösen mondjuk a külföldi diákok, hogy hát igazából csak ennyi és ennyi ideig leszek itt Szegeden. But you know, that doesn't limit you to not serving. It's not a good excuse. How should I say that? De hát ez nem akadályoz abban, legalábbis nem jó kifogás arra, hogy ne szolgáljon. I think of Dr. Chooks. I got to call him doctor now, because he's a doctor. Én például Chooks doktor bácsira gondolok, doktornak hívjuk. Doktor bácsi. You know, his time in Szeged is coming to an end. Az ő szegedi ideje lassan lejár. But for years, he's been faithful in serving. De évekig hűségesen szolgál. He's been singing in the worship team. Dicsőítő csapatban énekel. Did it disqualify him knowing that one day he's leaving? No. Kiesett a szolgálatból azért, mert úgy gondolta, hogy egy nap elmegy. Nem. No, he knew that, you know, his time was limited. We knew his time was limited, but still, he's been a great blessing, hasn't he? Tudta azt, hogy az itt töltött ideje hogy egyszer véget ér, egyébként mindannyiunknak véget ér, de ez korlátozta őt bármiben is? Nem. He has been a great blessing in the worship ministry. Hanem egy nagy áldás volt itt a dicsőítő csapatban. And so, I'm saying that we have needs. Azért mondom, mert vannak szükségletek. And yes, you need to be serving at home, and yes, you need to be serving at work, but yes, you need to be serving at church. Mert igen, szolgálnod kell otthon, meg a munkahelyen, de a gyülekezetben is. Dr. Naomi left us a few weeks ago. Naomi doktornő néhány héttel ezelőtt elhagyott bennünket. I always like come to church, because you know, you'd see her nice, beautiful smile.
És hát nagyon jó volt, hogy itt volt gyülekezetben, hiszen mindenkit egy gyönyörű mosolyjal köszöntött. And now you walk in and you just see the big door. És akkor most megbejössz, és hát ott egy ajtó. I mean, maybe we could get a life-size poster of Naomi or something. Lehet, hogy Naomi-nek egy életmosolyú poszterével kellene oda készülnünk. At least get the smile. Vagy legalább a mosolyával. But I know you guys got some nice smiles. Azért néhányatoknak van szép mosolyotok továbbra is. And doesn't matter if you don't speak, you know, English or Hungarian. De az se baj, hogyha nem beszélsz angolul vagy magyarul. We'll give you a quick lesson in the other language. Gyorsan tartunk egy gyors angolórát vagy magyarórát a másik nyelvből. If you don't speak English, you can say good morning. Hogyha nem beszélsz angolul, akkor is tudom ezt, hogy good morning, vagy azt, hogy hello. If you don't speak Hungarian, you can learn to say jó reggelt. Hogyha nem beszélsz magyarul, azért meg tudod azt tanulni, hogy jó reggelt. I will teach you properly with jó reggelt. Természetesen majd megtanuljuk rendesen, szögediesen is, hogy jó reggelt. It's possible. Lehet, ez lehet. And we're joking, and I'm joking about this, but it's serious, you know? We need some help. Nyilván most viccelődök, de azért mégiscsak szükség van a segítségre. Bunmi, she will become a doctor one day and she will leave the coffee ministry. És hát Bunmi is majd egy nap orvos lesz, aztán ő is elmegy a kávészolgálatból. We've got a nice coffee machine. I can teach you how to work it. It's really easy. You just push a button. Nagyon jó kávéfőzőnk van. Meg tudlak tanítani, hogy működik. Meg kell nyomni egy gombot. You know, pretty much everybody can wash dishes, can't they? If not, if you're young and just left home, we will teach you how to wash dishes. Szinte mindenki tud mosogatni, esetleg túl fiatal vagy, méghozzá most mentél el otthonról. Gyere, megtanítunk, hogy you can tell your mom and your dad, I learned how to wash dishes at church. És akár elmondtad a dicsekedhetsz anyukádnak, hogy a gyülekezetben megtanították, hogy kell mosogatni. And hopefully they'll say, did you learn something about Jesus? And hopefully you'll say, yes, I learned something about De Jesus too. De azért remélem, hogy azt is megkérdezi anyukád, hogy és Jézusról tanultál valamit, és reméljük az lesz a válasz, hogy igen, őróla is. You know, you can help with that. Ezzel is lehet segíteni. You know, we're gonna try, and Beka is really gonna help me out in this, do church lunches once a month. És hát ugye törekszünk arra, hogy egy hónapban egyszer legyen gyülekezeti ebéd, a BK-ben majd segít. And he's already got some great ideas. His hobby is cooking. Már eleve nagyon jó ötletei vannak, az ő egyik nagyon jó hobbi a főzés. Now my hobby is cooking and eating. Az én hobbim a főzés és evés. But him being involved is helping me. De az, hogy ő ebbe bekapcsolódik, az nekem nagy segítség. You know, and you can help too. És te is tudsz segíteni. You know, obviously we need some help with the sound and the audio and the video and all that stuff. És például ugye nagy szükségünk volna segítségre a hangosításban, a képkezelés, meg ilyesmi. And this is where it gets hard because you don't need a lot of talent to wash dishes. Mert és akkor itt jön a nehézség, ugye? Mert hogy ahhoz nem kell olyan nagy tehetség, hogy az ember mosogasson. But you need to have a little bit of a musical ear and a little bit of understanding of how sound works. De azért abban a szolgálatban azért szükség van egy kis tudásra arra, hogy hogyan működik a hang, meg az ilyen dolgok, hogyha abba kapcsolódik be az ember. But you know, if you have an affinity towards one of these. De hogyha bármelyikkel kapcsolatban neked van ilyen látásod, hogy szeretnéd. Please make yourself known and available. Akkor ezt tudasd és légy elérhető. You know, sometimes people they want to serve but they're waiting to be asked. Mert vannak emberek, akik szeretnének szolgálni, de azt várják, hogy felkérjék őket. I'm asking. Akkor én most felkérlek benneteket. This is your invitation. Ez a meghívás. I'm asking you to help. Kérlek benneteket, segítsetek. You know, and maybe you want to do something that I have no idea about. Let's talk about it. Aztán lehet, hogy olyan dolog van a szíveden, amire én nem is gondoltam. Akkor is beszéljünk. Let's figure out how you can serve the local church. Beszéljünk arról, hogy hogyan tudnád szolgálni a helyi gyülekezeten. Because I believe that the church works better when more people are involved. Mert én hiszem azt, hogy a gyülekezet mindig jobban működik, hogyha többen kapcsolódnak be a szolgálatba. Many hands make light work. Hiszen ugye mondjuk sok lúrdisznót győz, ez jutott eszembe. Really? Is that really a saying? Okay. All right, yeah. Sure. Whatever. I was going Confucius, more Zen wisdom, and nobody was going Paraszt wisdom. Kinek mi jutott? Kál inkább a Zen bölcsesség, Norbi inkább a Paraszt bölcsesség felé. It all works. We're hitting all peoples this morning. Úgyhogy most egész széles nézőközönséget vagy hallgatóságot öleltünk fel. But in all honesty, let me ask you this question: what can you do to help?
Szóval gondold végig, hogy te miben tudnál segíteni? What can you do to help? Mit tudsz tenni? Second thing about a servant. And a másik dolog. This is going to be my last point and I'm going to try and make it short because we're going to take communion this morning. A második dolog a szolgálattal kapcsolatban, igyekszem rövidre fogni, hiszen úrvacsorát is veszünk ma. Let me just say one thing about service. Hadd mondjak egy dolgot a szolgálattal kapcsolatban. Let me go back, just rewind a little bit. Kicsit így visszatekerve. There's one thing that the Bible requires of service. Egy dolog van, amit a Biblia elvár a szolgálatban. That you do it faithfully. Hogy azt hűségesen tegyük. So when I ask you what can you do, what do you want to do, think about what you can commit yourself to. Tehát amikor azt kérdezem, hogy mi az, amit te tudnál tenni, vagy szeretnél tenni, akkor azt kérdezem, hogy mi az, aminek így oda tudnád szánni magadat. What can you commit yourself to for 6 months, for a year? Hogy mi az, aminek így oda tudnád szánni magadat, mondjuk egy fél évre, vagy egy évre. Okay. Faithfulness is what God is looking for. And faithfulness, practically it just helps us. Mert hogy Isten a hűséget várja el a szolgálatban, és egyébként gyakorlati értelemben is az a leghasznosabb. No. Second thing, a servant is not only to serve and to seek opportunities for service, a servant also represents their master. A másik dolog pedig az, hogy a szolga nem egyszerűen csak szolgál, és igyekszik elérni, vagy igyekszik élni a szolgálati lehetőségekkel, hanem ő az urát is reprezentálja. Paul in 2 Corinthians chapter 5 calls you and I ambassadors for Christ. Szent Pál a 2 Korintus 5-ben úgy hív téged és engem, mint Krisztus nagykövetei. If I need something done with official American paperwork, I go to my ambassador in Budapest and they do the work for me. Hogyha én nekem valamit el kell intézem, ami hivatalos ügyet, akkor én a nagykövetségre megyek Pestre, és ők elintézik nekem. And there is an American embassy to serve the needs of the American citizens living in this country. Mert ugye Budapesten van az amerikai nagykövetség, aminek az a dolga, hogy a Magyarországon élő amerikaiakat szolgálja. And that's why we have all countries have embassies, that's the word, all over the world. És hát ezért van az országoknak a világ minden táján nagykövetségük. Except North Korea and Iran, I don't think they have a lot. Talán Észak-Koreában és Iránban nem nincs olyan nagyon sok. But they have embassies simply to serve the needs of those citizens in that country. De ilyen egyszerű, hogy azért vannak a nagykövetségek, hogy az ő állampolgáraikat, akik abban az országban élnek, azokat szolgálják. But not only to serve the needs of their citizens, but also to be a representation of their country to the host country. De nem csak az ott élő saját nemzetbelieknek a szolgálata a feladatuk, hanem az ő országuknak a képviselete abban az idegen országban. And Paul calls us ambassadors. És minket Pál nagykövetnek hív. So what it means is you and I, we not only serve people, but we represent God to people. Tehát nekünk is nem csak az emberek felé szolgálunk, hanem az emberek felé képviseljük Istent is. We are representatives wherever we go of Jesus. Bárhová is menjünk, mi Jézusnak a képviselői vagyunk. You know, and I hate these little quaint Christian sayings, but I'm going to use one. Nem igazán szeretem ezt a ilyen keresztény, mi a kis mondás, de mindegy felhasználom most ilyen nap. Somebody once said, if you were put on trial for being a Christian, would there be enough evidence to convict you? És arról szól, hogy ha valaki egyszer megvádolna azzal, hogy keresztény vagy, olyan tudná elég bizonyítékot szerezni arra, hogy elítéljenek. It's a hard question. Ez egy kemény kérdés. You know, the point is, you and I are called to represent the Lord. Tehát a lényeg az, hogy arra vagyunk elhívva, hogy képviseljük az Urat. We know that this world is a foreign country. Tudjuk azt, hogy ez a világ tulajdonképpen egy idegen ország. We are pilgrims here. This is not our home. És mi csak vándorok vagyunk, nem ez az igazi otthonunk. And as long as we're here and Jesus is our Lord, we're called to serve and to represent. És amíg itt vagyunk, és Jézus az Urunk, arra vagyunk elhívva, hogy szolgáljunk és képviseljünk. So let me just encourage you. Look for ways to serve this week. Úgyhogy arra bátorítalak, hogy keresd lehetőséget a héten a szolgálatra. And also remember, in your life, and with your actions, and with your words, you are representing God to people. És ne felejtsd el, hogy a szavaiddal és a tetteiddel Isten képvisel az emberek felé. That's a heavy message. És azért ez egy kemény dolog. It's hard for me too. Nekem is kemény.
Because I mess up. Hiszen én is el szoktam szúrni. But I'm glad that God always forgives. És én örülök annak, hogy Isten mindig megbocsát. And gives a second chance. És újra ad egy második esélyt. This morning as we close, we're going to take communion. Most ma, hogy végzünk, úrvacsorát fogunk some tenni. Of you are new, some of you are visitors. Néhányan újak vagytok itt, vagy látogatóként vagy. We itt. Do not limit communion to just members of our community. Nem korlátozok az úrvacsorát csak a gyülekezetünk tagjai számára. You know, we don't have somebody says yes, no, yes, no, yes, yes, no, no. Nincs nálunk senki olyan, aki így mutogatná, hogy te jöhetsz, te nem, te igen, te nem. Communion is something that Jesus gave to Christians. Az úrvacsora az egy olyan dolog, amit Jézus adott a keresztényeknek. To remember him. Hogy megemlékezzünk ő róla. If you are a Christian, hogyha keresztény vagy, regardless of your denomination or what church you belong to. Függetlenül attól, hogy milyen felekezethez vagy gyülekezethez tartozol. We invite you to take communion with us and remember the Lord. Akkor arra hívunk, hogy vegyünk együtt úrvacsorát és emlékezzünk meg az Úrról. To remember what the Lord has done for us. Emlékezzünk meg arra, hogy mit tett értünk. And remember that the hope that we have as Christians. És emlékezzünk arra a reménységre, ami nekünk keresztényeknek van. That yes, one day we will use that ticket. És hogy igen, egy nap majd felhasználjuk azt a jegyet. And we will be with Jesus forever. És Jézussal leszünk örökre. So I'm going to pray, the worship team is going to come up. Úgyhogy imádkozni fogok, a dicsőítő csapat kijön. I'm going to ask Balázs and Tika to hand out the bread and the cup. És megkérem Balázst és Tikát, hogy osszák ki a kenyeret and és a porrat. I'll ask you to hold on to it till after the first song. És arra kérlek, hogy az első dal végig tartsátok a kezetekben. Let's pray. Imádkozzunk. Lord Jesus. Úr Jézus. Help us to take that title, that confession seriously. Segíts, hogy ezt a címet, ezt a megvallást komolyan vegyük. That you are the Lord. Hogy te vagy az Úr. That now our lives are no longer about us and our plans and our glory, but about you. Hogy az életünk többé már nem rólunk szól, nem a terveinkről, elképzeléseinkről, hanem te rólad. Lord, I pray that you would give us open doors for service this week. Uram, kérlek, adj nekünk nyitott ajtókat a héten a szolgálatra. That we would serve our families, our friends and our coworkers. Hogy szolgálhassuk a barátainkat, munkatársainkat, családtagjainkat. That you would open up doors for us to serve in and through the church to expand your kingdom. Uram, segíts, hogy adj nekünk ajtókat arra, hogy tudjunk szolgálni a gyülekezetben és a gyülekezeten keresztül. And Lord, I pray that you would fill us with your spirit. Arra kérünk, Urunk, hogy töltsd be a te szent szellemeddel. With your power. A te erőddel. That we might be good representatives of you. Hogy a jó képviselőid lehessünk. We love you. Szeretünk. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen.